Köszöntöm a kedves nézőket, önök a heti tévé híreit látják. A magyar kormány közép-európai szövetségépítésben gondolkodik, ilyen politikát folytat, ezt mutatta a múlt heti Budapesti V4-es csúcs találkozó Orbán Viktor miniszterelnök keddi bécsi látogatása, és ebbe a sorba illeszkedik a jövő heti Budapesti Magyar-Szerb kormányülés is, közölte Lázár János, a miniszterelnökség vezetője a 108. kormányinfon, amelyet Kovács Zoltán kormányszóhívővel együtt tartott. Az eseményen a Heti TV is feltette a kérdéseit. A Heti TV megkérdezte a kormány véleményét a budapesti közlekedés fejlesztésével kapcsolatban. Lázár János korában azt mondta, amennyiben a jelenlegi kormánypártok kapnak bizalmat a választóktól tavasszal, úgy a fővárosi közlekedést rendbe teszik. Erre kérdezett rá a Heti TV, hogy ez jelenti-e az akadálymentesítést is. Lázár János határozott igennel felelt erre a kérdésre. Ugyancsak megkérdezte a Heti TV, hogy mit tervez a kormány azzal a helyzettel, ami most Szíriában zajlik a Magyarországon élő kurdok egyesülete levele kapcsán. Ebben az áll, hogy több mint egy hete a török hadsereg Erdogán elnök parancsára nem valós érvekre hivatkozva támadásokat kezdett intézni a szíriai Kurdisztánban található Afrin város ellen. A hadsereg már egy hete nem tudott előrelépést tenni a, majd, a NATO majdnem legerősebb tagjaként és az oroszok jóváhagyásával együtt sem. Az olajfa nevezetű török katonai hadművelet újból több százezeres menekült hullámot indít el, illetve megsemmisül az infrastruktúra és a műemlékek is, valamint több száz civil ember halálát okozta. Lázár János ismertette. Ezt az esetet egyfelől a nato belül kell kivizsgálni, a menekültek ügyében pedig a magyar kormány a Genfi konvenciónak megfelelően jár el, ahogy eddig is tette. A heti tévé rákérdezett, egy 2017. novemberében Miskolcon történt esetre, amikor is több gyermek került, mert emberi tévesztés következtében nem megfelelő hatóanyag tartalmú kúpot állítottak elő egy patikában. Ennek kapcsán elhangzott még, hogy az Európai Tanács már 2011-ben javaslatot tett a tagállamok kormányainak, hogy bizonyos irányelveknek megfelelően a nemzeti keretrendszereket figyelembe véve módosítsák a gyógyszertárban készített, azaz magisztrális gyógyszerek előállítására vonatkozó szabályokat. A heti tévé kérdése így szólt. Mikor tervezi a kormány ennek, vagy az ehhez hasonló rendszerek bevezetését annak érdekében, hogy a Miskolcihoz hasonló eset ne fordulhasson elő? Lázár János válaszában elmondta, tárgyalásokat kezdeményez a közeljövőben a Magyar Gyógyszerész Kamara illetékesévei. Az Európai Unión belül nyomon követhető a lopakodó terjeszkedő jogalkotás, amely a bírói hatalom kiterjesztését ezzel párhuzamosan a nemzetállamok háttérbe szorítását szolgálja, emelte ki a magyar hírlapnak, nyilatkozva az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint a magyar kormánya szemben éppen Soros György hálózatát jellemzik a maffia módszerek, Völner pár kijelentette. Soros zsoldosai gyakran érzik magukat törvény felettinek, Emellett azon vannak, hogy megbízójuk kényekedve szerint megpróbálják alakítgatni is a jogrendszert. A milliárdos spekulásnak megvannak az emberei a hazai törvényhozásban és az Európai Parlamentben is, és a hálózata az igazságszolgáltatásban dolgozókra is rendszeresen megpróbál nyomást gyakorolni, mondta az államtitkár. Kiemelte, a kormány mindent megtesz ennek megakadályozására, ezért is született meg a Stop Soros törvénycsomag. Egy új, a negyedik magyar köztársaság felépítését ígérték az MSP és a párbeszéd politikusai a köztársaság napján tartott megemlékezésükön. A Duna partjától nem messze felállított, magyar köztársaság kövéhez szervezett rendezvényen Szabó Tíme a párbeszéd társelnőke arról beszélt, hogy a köztársaság halott, mert Orbán Viktorék az életére törtek, és kevesen voltuk azok, akik védeni próbáltuk. Az új negyedik magyar köztársaság olyan kell legyen, amit minden polgára magáénak érezhet, ahol minden magyar ember otthonra talál, jelentette ki. Hiller István, az MSZP választványnak elnöke azt mondta: Azt akarják, hogy létrejön egy minden magyar állampolgárt összekötő társulás a negyedik új magyar köztársaság. Az emberek többségét nem az érdekli, hogy milyen volt a régi köztársaság, ezért ma arról kell beszélni, hogy milyen lesz a közös jövő szögeztele. Szavai szerint tévedtek. Amikor azt hitték, hogy mindenki azt akarja 1989-ben kikiáltott köztársaságot, ezért a demokraták nem követelhetik el még egyszer ezt a hibát. Külpolitikai híreink következnek. A szíriai hatalom halálos vegyi fegyvereket célba jutató újfajta eszközöket gyárt és használ Washington szerint, pedig 2013-ban elkötelezte magát amellett, hogy felszámolja teljes vegyi fegyver készletét. Donald Trump, amerikai elnök, készfontolóra venni katonai csapást a szír hadsereg ellen, hogy elrettentse a vegyi fegyver használattól, közölték nevük elhallgatását kérő amerikai tisztségviselők. A nyilatkozók azonban nem utaltak arra, hogy bármilyen katonai csapás küszöbön állna Szíria ellen. Azt remélik, mondták, hogy más eszközökkel sikerül megakadályozni a vegyi fegyverek újbóli bevetését, például Bashar el-Assad, szíriai elnök szövetségesének, Oroszországnak az együttműködésével Washington ki akarja dolgozni az új módját a vegyi fegyver használó erők felelősségre vonásának. Az Európai Unió alapelveinek goromba megsértése lenne, ha az uniós pénzalapok odaítélését feltételekhez kötnék, mutatott rá Teodor Máleszkán román külügyminiszter, miután Jacek Kaputovic lengyel külügyminiszter fogadta Bukarestben a két tárcavezetőt közös sajtóértekezletükön arról a brüsszeli javaslatról kérdezték, miszerint az Unió 2020 után a kohéziós alapok szétosztását a jogállamiság alapelveinek betartásához köthetné. Kaputovic rámutatott, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika nem valami jótékonysági gesztus, hiszen az uniós pénzalapokhoz minden tagállam, köztük Románia és Lengyelország is hozzájárul. A lengyel külügyminiszter szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel tagállamokkal folytatott vitáiban kettős mércét próbál alkalmazni. A Lengyel Nemzeti Intézet emlékezetéről szóló törvény módosítása nem csorbítja a szólás és a történelmi vita szabadságát. Fő célja, hogy holokausztagadás minden formájával szembeni küzdelem szögezte le a lengyel külügyi tárca. A külügyminisztérium arra reagált, hogy Heather Neiter, amerikai külügyminisztériumi szóvivő, agodalmának adott okot többek között, amiatt, hogy az említett csütörtökre viradóra a lengyel szenátus által is megszavazott törvény csorbíthatja a szólás és a történelmi vita szabadságát, hatással lehet Lengyelország érdekeire és stratégiai kapcsolataira, beleértve az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fűződő viszonyt. A Lengyel Nemzeti Intézet emlékezetéről szóló törvény módosítása nem korlátozza a szólásszabadságot, a tudományos kutatás és annak eredményei közzétételének teljes szabadságát, sem a történelmi viták vagy a művészeti tevékenység szabadságát áll a közleményben. A dokumentum szerint az új előírások fő célja a holokauszt igazsága tagadásának és meghamisításának minden formájával szembeni harc, és a jogszabály révén a Varsó szembeszegülne azzal is, hogy kisebbítsék a holokauszt valódi elkövetőinek felelősségét. Vladimir Putin orosz elnök támogatottsága 69,9%-os a szavazni hajlandó lakosság körében, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy december elején bejelentette indulási szándékát a márciusi elnökválasztáson. Derült ki a VCOM állami közvélemény kutató intézet adataiból. December első felében 74,8% szavazott volna rá. Szakértők szerint a visszaesés az alternatíva megjelenésével magyarázható. Pavel Grugyigin a kommunisták előttje 7,2, Vladimir Zhirnovski a liberális demokraták vezére 5,9%-on, Xenia Szobcsák támogatottsága 1,2, Grigori Javlinszkijé pedig 0,9, Boris Citové pedig 0,3%-os. Jelenleg a megkérdezettek 71%-a gondolja azt, hogy elmegy szavazni. Csak nem felével csökkent a menekédék kérők száma tavaly az Európai Unióban a 2016-os adatokhoz képest derült ki az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal jelentéséből. A friss adatok szerint tavaly 706.913 menekült kérelmet nyújtottak be az EU 28 tagországában, valamint Norvégiában és Svájcban. 43%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az EASO rámutatott, hogy ez már a második év volt, amelyben jelentős csökkenést jegyeztek fel a 2015-ös példátlan menekült áradat után. Azonban a kérelmezők száma még mindig magasabb a menekült hullám előttinél. A kérelmezők legnagyobb csoportját ezúttal is a szíriai állampolgárok alkották. Őket követték az irakiak, az afgánok és a nigériaiak. A szervezet tájékoztatása szerint a tavaly megvizsgált menedékkérelmek mintegy 40%-át bírálták el pozitívan. A függő ügyek száma 2017 végén 463 ezer volt. A homár és más rákvélék élvefőzése ellen tiltakozott levélben több mint 50 brit állatvédő tudós és híresség számolt be róla a BBC hírpoltája. A levélben arra szólítják fel Michael Gove, környezetvédelmi minisztert, hogy az állatvédelmi törvény sorolja a rákokat az érző lények közé. A levélírók az egyre több tudományos bizonyítékra hivatkoznak, amelyek szerint az állatok fájdalmat éreznek. Az aláírók között van a média hírességek és a tudósok mellett az állatkínzás ellen küzdő brit szervezet és a brit állatorvosok szövetsége is. Több éves tudományos kutatás szükséges ahhoz, hogy megállapítsák, egy állatfaj éreze fájdalmat. A már is magában foglaló tízlábú rákok rendjéből azonban jelentős tudományos kutatást folytattak, amióta 2006-ban a brit parlament elfogadta az állatvédelmi törvényt. Végül sporthíreink következnek. Az FTC honlapján jelentette be, hogy korábbi labdarúgójuk Nagy Dominik visszatér a Ferencvárosba, a 22 éves válogatott középpályás korábban 2013 és 2016 között szerepelt zöld-fehérben, majd 2017 terén igazolt le a lengyel Légia várszává. A magyar válogatottban két alkalommal pályára lépő szélső megkapta a bizalmat, és jó kezdte a tavasz Lengyelországban. Négy góllal járult hozzá, klubja bajnoki ezüstérméséhez. A 22 éves Pécsi születésű labdarúgó ezután a Bajnokok Ligája selejtezőjében is betalált a finn Mária ellen, majd ősszel egy szerencsétlen nyilatkozata miatt, vagy csak erre fogták, megfagyott körülötte a levegő, kikerült a keretből. Edzője úgy fogalmazott, probléma volt a játékos hozzáállásával. A fradi közleménye nem terjed ki a szerződés hosszára, illetve arra, hogy végre kivásárolták korábbi labdarúgójukat, vagy csak kölcsönbe jön. A Sport Poland újságírója Sebastian Szatevszki úgy tudja, a szélcső kölcsönbe érkezik az ülői útra, és fizetését teljes egészében a Ferencváros állja. Megköszönöm figyelmüket, híreinkről bővebben a www.hetitv.com és a www.brayerpress.com internetes oldalikon tájékozódhatnak, nem menjenek sehova, már is az időjárás jelentés. Viszontlátásra! És már itt is vagyok. Akár ez a vasárnap. Ma nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, és egyre nagyobb területen kisüt a nap. Hideg marad ennek ellenére az idő, nem nagyon tornásza fel magát a hőmérő. nulla és 3 fok között marad napközben. Délőtt keleten lehet még hószálingózás, délkeleten vegyes halmazállapotú szitálás. Kezdetben élénk, majd gyenge, de nem gyöngéd északi szélfúj, maradjon még a hosszú kabát, védje a derekat és a combokat. A tavasz még van egy kicsit, akár merre járnak kirándulni, várost vagy képtárat nézni, vagy egyéb program mellett döntöttek. Teljen kedvük benne! Köszönöm a figyelmüket a holnapi viszontlátásra!